Tisztelt Közgyűlés, Dunai Város megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének 2023. április 20-ai nyílt ülését 9:00 megnyitom. Megállapítom, hogy a megválasztott 15 képviselő közül 14 fő jelen van, megállapítom, hogy a testület határozatképes. Tisztelt Közgyűlés, mint ahogy a meghívó is tartalmazza, a Dunai Város Közbiztonságáért díj ünnepélyes átadására a mai ülésünkön kerül sor. Magam és a közgyűlés nevében gratulálok a díjazottaknak. Most pedig átadom a szót Tóth Veronika önkormányzati referensasszonynak. Parancsoljon. Dunai Város önkormányzatának nevében köszöntöm Önöket. Dunai Város megyei jogú város közgyűlése minden évben Dunai Város közbiztonságáért díjat adományoz. Az elismerés azon személynek, hivatásos állományú rendőrnek, tűzoltónak vagy közösségnek adományozható, aki a város közbiztonságáért kiemelkedő tevékenységet folytatott. A díjazott személyére a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, a Dunaújvárosi Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnoka, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség parancsnoka, a közgyűlés közbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság tagjai, valamint a közgyűlés tagjai tehettek javaslatot. A díjazott személyéről a közgyűlés döntött. 2023-ban a díjra jelölést kapott Siba Ákos, címzetes tűzoltófűtörzs zászlós. Siba Ákos 1998. februárjában került a Dunaújvárosi Tűzoltóság állományába beosztott tűzoltóként. A tűzoltóságot a sorkatonai szolgálata után az első munkahelyének választotta, és azóta is hivatásának tekinti. 25 éve felszerelésekor a tűzoltóság legifjabb tagjaként állt helyt, már a legtapasztaltabb kollégák között tartják számon. Szakmai tudását folyamatosan gyarapította. Szorgalmának köszönhetően 2000 áprilisától különleges szerkezelőként, 2007 márciusától szolgálatparancsnok helyettesként, 2012 áprilisa óta szerparancsnokként teljesíti szolgálatát. Ez időszak alatt több éven át szolgálatparancsnoki, rajparancsnoki többletfeladatokat látott el saját beosztásának ellátása mellett. Szolgálata során több alkalommal részesült dicséretben, jutalomban. Legkiemelkedőbb elismerése a bátorságért érdemjel, amelyet 2011. májusában kapott a Kulcsi partfalomlásnál tanúsított helytállásáért. Munkájának eredményessége erején felüli munkabírásának, szakmai érdeklődésének, kitartásának köszönhető. Képzeld el, hogy ismersz egy embert, akire minden körülmények között számíthatsz. Hogy ismersz egy tűzoltót, aki hosszú évek óta szívvel, lélekkel, beosztottként, majd vezetőként rengeteget látott, tapasztalt. Higgadtsága, szigorúsága a biztonságot jelenti neked tűzoltóként, tudása, sok évnyi tapasztalata, akár az életedet jelentheti bajba jutottként. Képzeld el, hogy ismersz egy embert, aki a munkájában nem ismert tréfát, nem tűri a komolytalanságot. Egy tűzoltót, aki nem kérkedik, szerinte ő csak teszi a dolgát. Szerintünk pedig nem is tudja magáról, hogy ő milyen ritka kincs. Siba Ákos a történetünk hőse, akire kivétel nélkül felnézünk. Azon kevesek között van, akik képviselik laktanyánkban a régi kor értékeit, tanításait. Szerény, nem szereti maga körül a felhajtást, hivatását a legnagyobb természetességgel, szívvel, lélekkel gyakorolja. Bajtársaiként kivétel nélkül felnézünk rá, példaképünknek tekintjük, fogalmazott kővágóné Kőkuti Eszter. Siba Ákos szolgálati csoportjának meghatározó tagja, vezetője, mentora. Munkáját elhivatottsággal, alázattal végzi. Dunaújváros megyei jogú város közgyűlése a hosszú időn át a város tűzvédelméért tett magas szintű szolgálat teljesítésért Siba Ákos címzetes fűtörzszászlóst Dunaújváros közbiztonságáért díjban részesíti. Kérem, vegye át az elismerést Pintér Tamás polgármester úrtól. Bocsánat. 2023-ban a díjra jelölést kapott Schuster Tamás rendőrezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság korábbi vezetője. Schuster Tamás rendőrezredes 1996-ban kezdte meg hivatásos szolgálatát a Magyar Rendőrség állományában.
A rendőri pályán eltöltött több mint 25 év alatt számos beosztásban bizonyította elkötelezettségét, választott hivatása iránti szeretetét. Tudásának, szakmai ismereteinek folyamatos gyarapítása által ösztönözve képezte magát, és került egyre magasabb, felelősségteljesebb beosztásokba, kitartóan küzdve, megdolgozva az eredményekért. Töretlen előmenete lét hivatástudatának, szakmai iránti alázatának, tapasztalatának, kiváló elméleti felkészültségének, sokoldalú képzettségének köszönheti. Szolgálati elöljárói szakmai kvalitásait számos alkalommal elismerték. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetésével 2016. február 1-jei hatállyal bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője a megbízatást egészen 2022. november 1-jei áthelyezéséig, azaz több mint 6 évig teljesítette, november 1-jétől a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság vezetőhelyettese. Szolgálat ellátását mindenkor szakértelem, lelkiismeretesség, következetesség, célirányosság, tervszerűség és megfontoltság jellemzi. A Dunaújvárosi Kapitányságot mindenre kiterjedő figyelemmel vezette, a rábízott állomány munkáját támogatta. Schuster Tamás kedves újítást vezetett be a Dunaújvárosban nagy hagyománnyal zajló bringatúra rendezvényének biztosítására, emlékezett vissza Németh Miklós rendőr alezredes. A nagy létszámigényű rendezvény biztosításának operatív végrehajtásába, a kereszteződések lezárásába, a forgalomirányítás megvalósításába 2022-ben bevonta, felkérte a kapitányság vezetői állományát. Így a bringatúra útvonala mellett sorban tisztek, főtisztek végezték a máskor a közterületi tiszthelyettesi állomány által végzett biztosítási feladatokat, majd a rendezvény után csapatépítő jelleggel pörkölt főzéssel egybekötött kötetlen vezetői értekezletet tartott, ahol régi történetekkel szórakoztatták egymást a rendőri vezetők, szívesen emlékszem vissza ezekre az időkre. Schuster Tamás vezetőként mindenkor tiszteletben tartotta beosztottjai emberi méltóságát, megbecsüléssel és részrehajlás nélkül irányította őket. Munkatársait személyes példamutatásával is ösztönözte, véleményüket meghallgatta. Rendőrkapitányként tevékenyen járult hozzá a város közbiztonságának megerősítéséhez. Eredményes és elkötelezett szakmai tevékenysége, valamint példaértékű hivatástudata elismeréseként Dunaújváros megyei jogú városközgyűlése Schuster Tamásnak közbiztonságáért díjat adományoz. Kérem, vegye át az elismerést Pintér Tamás polgármester úrtól. Az idei évben a Dunaújváros közbiztonságáért díjra jelölést kapott Béres Ferenc, a Dunaújvárosi vízirendészet rendőrőrsének rendőr főtörzsőrmestere. Béres Ferenc rendőrfőtörzs őrmester szolgálati viszonyát 2014. március 1-én kezdte meg. A rendészeti szakközépiskola elvégzése után a Dunaújvárosi vízirendészeti rendőrőrsre nevezték ki motorcsónak vezetői beosztásba. Szolgálati célú hajóvezetői képesítést szerzett, majd 2018. szeptemberében a vízirendészeti szaktanfolyamot is sikeresen elvégezte. Munkája elismeréseként 2018. novemberében hajóvezetői beosztásba nevezték ki, jelenleg megbízással 2022. májusától körzeti megbízotti beosztást tölt be. A kezdeti években járőrként, motorcsónak vezetőként idősebb, tapasztaltabb rendőrökkel teljesített szolgálatot, és szorgalmával, hozzáállásával és a szükséges ismeretek elsajátításával bizonyította, hogy képes önállóan is szakszerűen, határozottan intézkedni. Jól megismerte az őrs szakasz területét, kellő hely és személyi ismeretet is szerzett. Vízirendészeti szakmai feladatait kiemelkedő felkészültséggel, magas színvonalon látja el. Intézkedései megalapozottak, fellépése udvarias. A megszerzett ismereteit a gyakorlatban kiváló szinten és hatásfokkal alkalmazza, munkaköri feladatrendszerén belül nyitottan, rugalmasan gondolkodik a teljesítmény és a hatékonyság növelése érdekében. Szakmai ismereteit folyamatosan frissíti, önképzéssel is gyarapítja tudását. Rendszeresen részt vesz csapatszolgálati feladatok ellátásában, illetve az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati képzésekben.
Béres Ferenc kimagasló szakmai teljesítményt nyújtott a Hableány hajó katasztrófájával kapcsolatos feladatok ellátása során is. Kollégája Kulcsár Attila címzetes rendőr törzszászlós elmondása szerint azért szeret vele közösen szolgálatot ellátni, mert a mindig aktív magatartása, rendőri érzéke ösztönzően hat az idősebb kollégákra is. Varsányi Gyula rendőr alezredes őrsparancsnok szerint Béres Ferenc szakmai munkája folyamatosan magas színvonalú, kivételes, kimagasló. Prohászka Richárd rendőr alezredes, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője is példaértékűnek nevezte tevékenységét, és példaként állította a teljes személyi állománya elé. Munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki, kollégáit segíti, a gyakorlati tapasztalatait átadja. Kimagasló teljesítménye, felkészültsége és tiszteletreméltó hivatástudata a vízirendészet állományában végzett tevékenysége elismeréseként Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése a Dunaújváros közbiztonságáért díjat Béres Ferenc részére adományozza. Kérem, vegye át az elismerést Pintér Tamás polgármester úrtól. Diátadás után pedig kérem, hogy fáradjunk ki az aulába, ahol Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke mond pohárköszöntőt a díjazottak tiszteletére. A pohárköszöntő idejére 10 perc szünetet rendelek el. Jó, és akkor úgyis akkor írsz. Írsz, és akkor írsz, hogy addig én összeszedek mindent. Kezdhetjük? Tisztelt vendégeink, meghívottak, rendvédelmi kollégák! Van egy évfordulónk, ami a rendvédelemhez kötődik. Az idejében 25 éves a közbiztonsági rendezvénysorozatunk. Amikor ezt a rendezvényt elődeink megalapították, szerintem ők se gondolták, hogy negyed évszázad után még mindig lesz ez a program. Alapításkor ladával jártak a rendőrök, mi pedig ifafecskendővel oltottuk a tüzet. Ma már mindkét szervezetnél modern autókkal dolgozunk. Régen a személyes találkozóknak, megbeszéléseknek volt az ideje, ma már telefonon, online értekezleteket tartunk. De egy dolog nem változott. A rendezvénysorozat a rendvédelmet szeretné közelebb hozni a lakossághoz, munkájukat, életüket megmutatni, főleg az ifjúságnak. 25 év alatt kb. 750 eseményt szerveztünk. Hogyan lehetséges ez? Mert ennek a csapatnak van egy szíve. Mozgatórugója, alapítója, egy igazi nyüzsgő ember, Szőke István barátunk, aki nélkül ez a remek rendezvénysorozat nem jött volna létre. Köszönjük István, és gratulálunk neked és szervezőtársaidnak.
most díjazottaink felé fordulok. Ennek a díjnak az elődje, elődjét Dunaújvárosi önkormányzata 1996-ban alapította. A rendeletben az vagyon írva, hogy a díjat olyan kiváló emberek kaphatják, akik a város közbiztonságáért kiemelkedő tettet hajtottak végre. 2023 díjazottai mind ilyen kiváló emberek, akik már bizonyítottak. A mai napon egy olyan elitklubba lépnek be, ahová remélem minden kollégájuk vágyik. Ez a köszönet, ami a díjban fejezünk ki, elsősorban önöké és a segítő családé, akik megtesznek mindent, hogy ilyen sikeresek lehessenek. Másodszorban a dicséret a szervezetüknek szól, az értünk tett mindennapi helytállásért. Szent György legyőzte a sárkányt. Szent Flórián pedig imádságával eloltotta a tüzet. A feladat emberfeletti volt, de elődeink mégis győztek. Ma az önök mindennapi kemény munkája hasonlóan nehéz feladat, de önök helytállnak, küzdenek értünk. Nem remeg a lábuk, nap mint nap új csatába indulnak értünk. Köszönet érte. Végül régi rendvédelmisként miként búcsúzhatnék és köszönnék meg még egyszer. Köszönöm és erőt, egészséget kívánok. Köszönöm. Egy pezsgőt hozok közben. A közgyűlési meghívó tartalmazza a nyílt ülés javasolt napirendi pontjait, amelyek sorrendben a következőek. Egyes tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendesülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről. Kettes jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Hármas javaslat a Fejérvár megyei kormányhivatal FL02-607-1/2023-as iktatós számú törvényességi felhívása megtárgyalására és az ez alapján teljesítendő intézkedésekre. Négyes javaslat a Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 27/2018-as önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2023-as önkormányzati rendelet hatályban nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Ötös javaslat Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági árának megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a taxiállomások igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Hatos javaslat Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének a közterületek elnevezéséről és a házszám megalapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Hetes javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a köznevelési intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021-es önkormányzati rendelet módosítására. Nyolcas javaslat Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015-ös önkormányzat rendelete módosítására. 9. javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére nyári gumiabroncsok adományozására. 10. javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátószervezet költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás jóváhagyására. 11. javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátószervezet vezetésére, magasabb vezetői állásai betöltésére irányuló pályázat kiírására. 12. javaslat a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Intézményi Iskolával a 2400 Dunaújváros Bacsányi út 2/A szám alatti ingatlan egyes helységei vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére. 13. javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására. 14. javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel megkötött támogatási szerződés módosítására. 15. javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022 évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására. 16. javaslat a Dunaújváros és környéke közbiztonságáért közalapítvány alapítókiratának módosítására. 17. javaslat Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata közgyűlése 146/2023-as határozatának, valamint a megkötött támogatási szerződés egyes számú módosítására. 18. javaslat a házi orvosi szolgálatok, felnőtt gyermek ügyelet és a fogorvosi szolgálat 2021 és 2022 évi működéséről szóló beszámoló elfogadására.
19-es javaslat a 9-es számú felnőtt házi orvosi körzet, tehát ellátó Patronus Medical Kft-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére. 20-as javaslat a 12 és 17-es számú fogászati alapellátási körzetekbe fogászati eszközök beszerzéséhez, az ajánlattevők körének kiválasztására. 21-es javaslat az augusztus 20-ai rendezvény lebonyolítására kiírt beszerzési ellátási beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 22-es javaslat szponzorációs szerződés megkötésére az Eurosó Kft-vel. 23-as javaslat Dunajváros 4-es számú választókerület rendezvényének fedezetére előirányzat átcsoportosítására. 24-es javaslat a Dunajváros megyőjogúváros önkormányzata által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerek tekintetében az elközműrendszerben előírt feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. 25-ös javaslat Dunajváros táborállás Sí partoldal Harcsa utca és Ivó utca közötti szakaszának tervezésére, 26-os javaslat Dunajváros szúnyogdíjérítésre vonatkozó munkáira, 27-es javaslat támogatási szerződés megkötésére a Dunajváros Esze Tamás utca 19-es társasház bejárat akadálymentesítése kapcsán, 28-as javaslat Szabó Zsolt alpolgármester képviselő indítványa megtárgyalására, 29-es javaslat az EUCF European City Facility városokkal a városokért helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázat keretében beruházási koncepció kidolgozására. 30-as javaslat Dunajváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására, a téglaégető dűlő szabályozási szélességeinek csökkentése érdekében. 31-es javaslat Dunajváros megyőjogúváros önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlanok és ingóságok egyházi fenntartók részére történő ingyenes tulajdonba adására. 32-es javaslat a Volánbusz ZRT 2022 évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadására. 33-as javaslat a DVG ZRT által a Dunajvárosi Turisztikai Nonprofit Kft-től bérelt 2400 Dunajváros Vasműút 10/A szám alatt lévő ingatlan felújítására és a felújítási költség bérleti díjba történő beszámítására vonatkozó kérelem elbírálására. 34-es javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők DVG ZRT általi elszámolása elfogadására és az üzemeltetésből eredő különbözett felhasználás jóváhagyására. 35-ös javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér megyei szervezetével bérleti szerződés, a Miskolci Zsidó Hitközséggel módosított bérleti szerződés megkötésére, az Erdősor 37/A szám alatt található volt kollégium épület egyes helységei vonatkozásában. 36-os javaslat a Hikari Dojo Harcművészeti Sport és Kultúra és Egyesülettel kötött haszonkölcsönszerződés módosítására, 37-es javaslat a Kummer Ügyvédi Iroda megbízására, 38-as javaslat Dunajváros megyőjogúváros önkormányzata közgyűlése 629/2018-as határozata módosítására, 39-es javaslat a 2022 évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására, 40-es javaslat Dunajváros megyőjogúváros önkormányzata 2022 évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, 41-es javaslat Szueka önkormányzatával testvérvárosi kapcsolat felvételére. Tisztelt közgyűlés, indítványozom, hogy a közgyűlés vegyen le 3 napirendi pontot a nyílt ülés napirendjei közül. Az első a 27-es napirendi pont, amely javaslat támogatási szerződés megkötésére a Dunajváros Esze Tamás utca 19-es társasház bejárat akadálymentesítése kapcsán, illetve külön kérvény érkezett a tegnapi napon, és ezért a 31-es napirendi pontot szeretném levetetni, amely javaslat Dunajváros megyei jogú város önkormányzata kizárólagos tulajdonban álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlanok és ingóságok egyházi fenntartók részére történő ingyenes tulajdonba adására. Ezzel kapcsolatosan szeretném megjegyezni, hogy törvényi kötelezettségünk ezt a határozatot 29-ig, tehát jövő hét végéig meghoznunk, és éppen azért, hogy ezt minden probléma nélkül meg tudjuk tenni, a jövő héten, szerdán délelőtt rendkívüli közgyűlést fogunk tartani. Az indítványt, hogy halasztuk el ezt a napirendi pontot, pedig az egyházi vezetők, akik ezt kérték,
Szeretném őket én is kérni, hogy annak érdekében, hogy minél problémamentesebben mindenki megelégedésére szolgáló döntést tudjunk hozni, jövő héten, hétfőn délután 1 órakor az én irodámban egy megbeszélést folytassunk le a szakképzési centrum vezetőivel együtt. A 3. napi rendi pont, amelyet leszeretnénk venni, a 33. napi rendi pont, amely javaslat a DVG ZRT által a Dunajvárosi Turisztikai Nonprofit Kft-től bérelt 2400 Dunajváros Vasmű út 10 per a szám alatt lévő ingatlan felújítása és a felújítási költség bérleti díjba történő beszámítására vonatkozó kérelem elbírálására. A napirendi pontok levételéről külön határozatban kell döntenünk. Aki a 27-es napirendi pont levételét elfogadja, azt kérem igen, ne szavazzon. Tizenöt igen szavazattal levettük a napirendi pontot. Aki a 31-es napirendi pont levételét elfogadja, azt kérem igen, ne szavazzon. 15 igen szavazattal levettük. Aki a 33-as napi rendi pont levételét elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. 15 igen szavazattal levettük a napi rendi pontjaink közül. A közgyűlési meghívó postázását követően derült ki, hogy további 4 a nyílt ülést érintő halaszhatatlan döntést igénylő indítványt kell tárgyalnunk a mai napi ülésünkön. Javaslom, hogy a kiküldött napirendi pontokat megtárgyaljuk azzal a kiegészítéssel, hogy az ülés elején képviselőtársaimnak kiosztott sürgősségi indítványokat, vagyis a javaslat a TOP 6-2-1-19-DU-1-2019-00-001-es Dunajvárosi Bölcsedék Fejlesztése című projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztést a 39. napirendi pontként. Aztán a javaslat a TOP 6-4-1-16-DU-1-2018-00-001-es kerékpárút fejlesztése Dunajvárosban projekt szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára című leterjesztést a 40. napi rendi pontként. Aztán a javaslat a Dunajváros megyejogú város közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés egyes számú módosítás 2023. áprilistól december hónapig tartandó megkötésére című előterjesztést a 41. napi rendi pontként. Aztán a javaslat a Dunajvárosi Jégkoront Kft. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására az önkormányzati tulajdonban álló Dunajvárosi 316/7-es helyrajzi számú ingatlan a Dunajvárosi Jégcsarnok igénybevételével című előterjesztést a 42. napi rendi pontként tárgyalja meg a közgyűlés. Sürgősségi indítványokat kizárólag abban az esetben veti fel a közgyűlés napirendjében, amennyiben a hozzájuk kapcsolódó előterjesztést a bizottságok előzetesen véleményezték. Éppen ezért kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztés elfogadása javaslatát a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztésre határozati javaslatokat elfogadása javaslatát. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a Szociális Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnökét, a dr. Székely Károlyt kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, bizottságunk véleményezte a felvetést és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Aki a 40. napi rendi pont felvételét elfogadja, azt kérem igennel szavazzam. 15 igen szavazattal a napi rendi pontot elfogadtuk. Most mondjam, hogy a 39-est. Aki a 39-es napi rendi pont felvételét elfogadja, azt kérem igennel szavazzom. 15 igen szavazattal elfogadtuk. Aki a 41. napi rendi pont felvételét elfogadja, azt kérem igennel szavazzom. 15 igen szavazattal elfogadtuk, és aki a 42. napi rendi pont felvételét elfogadja, azt kérem igennel szavazzom. 15 igen szavazattal elfogadtuk. Most pedig döntenünk szükséges a nyílt ülés így kialakított napirendi pontjairól, aki a napirendi pontokkal egyetért, azt kérem igennel szavazzam. 15 igen szavazattal egyetértettünk.
Most pedig szavazás rendelekkel a meghívott személyek részére tanácskozási jog biztosításáról, aki ezt megkívánja nekik adni, azt kérem igennel szavazzon. A 15 igen szavazattal megadtuk számukra. Most pedig a napirendek elfogadása után megkezdjük a tárcsozat vitáját. Első napi rendi pontunk tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendesülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatosan van-e? Van, parancsoljon képviselő úr, megadom önnek a szót. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Néhány olyan problémával jövök a közgyűlés elé, amelyet korábban a városlakók, körzetem lakói vetettek föl, de megoldás még nem született ezek ügyében. Még 2022-ben említettem meg közgyűlésen, hogy a felsődunaparti kutyasétáltató területén beszéltem az ott kutyát sétáltatókkal, és jó néhány kérést, problémát felvetettek, aminek a megoldását kértem. Ennek ellenére, ja és egyébként bejárást is kértem ott és akkor. Azóta sem történt meg a bejárás. Pont azért lenne szükség a bejárásra, hogy ott a helyszínen tudjuk meghatározni azokat a feladatokat, amelyet a körzetem lakói kifogásolnak, és amelyek megoldást kívánnak. Ezek padoknak a kihelyezése, ott a helyszínen kell eldönteni, megmutatni a padoknak a helyszínét. Napelemes közvilágítási lámpák kihelyezését kérték, ivókút telepítését kérték, illetve a kukáknak, az ottani kukáknak a rendszeres ürítését kérték, ez sem mindig történik meg. Fölvetettem azt is, hogy van két balesetveszélyes csatorna a tető, amelyel kapcsolatban még Orosz Csaba képviselőtársa meg is jegyezte, hogy ilyen ügyekben azonnal és sürgősséggel intézkednek. A tegnapi bejárásom eredménye az az, hogy továbbra is balesetveszélyes, továbbra sem sincs megoldva, nem értem az okát. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyian a városlakókért dolgozunk. Fontos az, hogy együttműködjünk ezekben az ügyekben. Fontos az egy pad kérdése, vagy egy balesetveszélyes csatorna fedél kérdése, az nem baloldali vagy jobboldali. Tehát az lenne a kérésem, hogy működjünk együtt ezekben az ügyekben. Kérem a városvezetés támogatását ezeknek az ügyeknek a megoldásában. Ugyancsak egy másik kérdés, amit legutóbbi közgyűlésen vetettem föl, és amellyel kapcsolatban Mezei alpolgármesterről többször is egyeztettünk. Kértem, hogy tartsunk bejárást a kórház környéki parkolási problémák ügyének, egy bejárást a kórház környékén, és nézzük meg, hogy melyek azok a problémák, amelyek ott megoldandók. Sajnos mai napig sem, tehát eltelt gyakorlatilag egy hónap, mai napig sem történt meg a bejárás. Tehát én nem gondolom azt, hogy egy hónap alatt nem tudunk odáig eljutni, hogy egy időpontot egyeztessünk. Részemről akadálya nincs. Amint mondanak egy időpontot, én ott is akkor rendelkezésre állok, akár a kórház környéki problémák megtárgyalásában, akár a felsődunaparti kutyasétáltató ügyének a megtárgyalásában. Én azt gondolom, hogy ezek fontos kérdések, különösen a kórház környéki parkolás, én azt gondolom, hogy az városstratégiai kérdés is, hogy a kórházba érkező látogatók, ápolásra szorulók, kórház környékén lakók, kórházban dolgozó orvosok gyakorlatilag parkolási lehetőséget tudjanak találni. Megint egy másik probléma, ez megint tegnapi keltezésű bejelentés. A Vigadó utcában kérném az együttműködést, hogy a szemetesek rendszeresen ürítve legyenek. Tehát az nem állapot, hogy egy szemetes színültig megtelik, folyik ki belőle a szemét, és nincs kiürítve. Az, hogy most éppen műszaki hiba miatt, vagy hanyagság miatt,
az a lakók szempontjából teljesen mindegy. A lakók azt szeretnék, hogyha a szemetesek ürítve lennének, a szolgáltatás el lenne végezve, és a szemetesek környékén pedig rend és tisztaság lenne. Illetve mai napon is megtartom a szokásos fogadóórámat, amelyet minden hónap első és harmadik csütörtökén a Városháza 9. emeletén a 915-ös irodában megtartok. Várom szeretettel a lakókat. Köszönöm szépen, és kérem az együttműködésüket a körzeti problémák megoldásában. Köszönöm. Szabó Zsolt, a polgármester úr, parancsolja, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés. Én mindenkelőtt egy köszönettel szeretném kezdeni, ugyanis aki jár kell a 6-os számú választókörzetben, az láthatja, hogy elkezdtünk felkészülni a tavaszra, és folyamatosan újulnak meg játszóterek. Itt szeretném megköszönni a GESZ munkatársainak, hogy nagyon szépen kifestették és felkészítették a választókörzet két játszóterét, a Semmelweis udvarban és a Petőfi ligetben, valamint több helyre új padok kerültek kihelyezésre, és elkezdtük a kukák cseréjét is. Ezt a munkát folytatni fogjuk, illetve arról szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy szintén az én kérésemre került volna a napirendre az Esze Tamás utcai mozgáskorlátozott feljáró, azonban a társasháztól még tegnap kaptunk meg egy kérvényt, és ez feldolgozása után tudjuk majd a szükséges döntéseket meghozni. Én többször egyeztettem a lakókkal, közös képviselő úrral, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy egy mindenki számára megnyugtató megoldás szülessen, amit az önkormányzat természetesen segíteni fog, hogy ez megszülethessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mezei Zsolt, a polgármester úr, parancsolja, megadom önnek a szót. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselő úr, egy pár választ hadd adjak a felvetésére. Értek én mindent, tényleg nagyon mindent megértek, de egyet azért nem. Többet nem, de egyet, ha demegyek ki ezek közül. 10 vagyunk képviselők, egyedi képviselő, nyertes egyedi képviselők ebbe a városba. 9 meg tudjuk oldani azt, hogy nagyon ügyesen, okosan, egyedül, a lakosokkal közösen eldöntjük, hogy hova kerüljön le pad, ők mit kérnek, mit szeretnénk, és mi behozzuk a városüzemeltetésre, beküldjük egy e-mailen, és ez megoldódik ez a kérdés. Ezt próbáltam múltkor is elmondani, erre szeretném most is felhívni a figyelmét, hogyha lehet, hogy nem az a legjobb megoldás, hogy egy pad miatt, egy kislámpa miatt, vagy bármi miatt bejárásra megyünk. Nyilván ennek nincs akadálya, de akkor lassan föl kell vennünk egy embert a városüzemre, hogyha mindannyiunk így dolgozna, hogy menjünk ki és járjuk körbe minden nap a várost, közösen együtt, hogy meg tudjuk oldani, hogy hova kerüljön egy pad. A másik, hogy az aknafedél be van esve. Ez egy olyan probléma, ami azonnali megoldást igényel. Nem a közgyűlésre kell behozni egy hónap múlva, vagy 3 hét múlva, azt azonnal jelezni kell. Ez a jelzés, ha megtörtént és nem történt meg az aknafedélnek a rendbetétele, nyilván az a szolgáltató cégnek a problémája, mert abban tudunk ebbe segíteni, hogy a városüzem tudja nagyjából, hogy melyik aknafedél kihez tartozik, és annak szól, ha nem történt meg ennek a működés, a rendberakása, akkor ismételten szólni kell azonnal. Nem közgyűlésen. És még egy dolog az, hogy eszembe jutott. Van önöknek egy olyan oldaluk a Facebookon, ami a pletykák szerint önök kezelnek, és ez az oldal a mi lejáratásunkra jött létre. Én ezen az oldalon még jót rólunk nem olvastam. Ezen az oldalon olyan fotók vannak fönt sokszor, akár rólam, akár polgármester úrról, ami szerkesztett fotók. Nyilván joguk van hozzá mindenkinek, és a tegnap délután kikerült egy pad ott is, hogy ne csináljunk belőle a politikai kérdést a padokból. Erre szeretnék ezt mondani. Mi nem csináltunk sose politikai kérdést a padokból, minden körzetbe kerültek le padok, kukák, de ez tűrhetetlen, amit tegnap is fölkerült erre az oldalra. Parkolókról még két gondolat, csak két gondolat, képviselő úr. A kórház mellett lesz parkoló, hiszen megszavaztuk múltkor. Megtervezzük, meg fogjuk csinálni. 19 előtt nem történt meg a kórházbeli parkoló. Lehet itt nagy szavakat használni, hogy mennyire kell a lakosságnak a kórházba a parkoló. El lehet ezt mondani, hogy óránkig, mindegyünk tudjuk, miért nem tették meg? Miért nem tettek ilyet 19 előtt? Miért most hány torgatják ezt föl nekünk? Mi történt az elmúlt 12 évben, mikor ön tült, hogy parkoló építés ügyében a kórház mellett? Nem történt meg, mi most megtesszük. És meg is lesz. A bejárása, mert csak annyit mondok, hogy kértem egy kis türelmet,
egyszerűen nem volt idő az elmúlt két hétben, hogy lehet, hogy picivel több, én is szabadságon voltam, beteg voltam, és azért mondtam tegnap is önnek telefonon, hogy nyilván ki fogunk menni a kórház másik oldalára, és ott is megnézzük a dolgokat. Ma csütörtök van, jövő héten szerintem ez menni fog. Jó, köszönöm szépen. Még egy valami, mert olyan sok mindent fősorolt, kénytelen vagyok mindegyikre egy kicsit pár sorba válaszolni. Hogy nem viszi el a Dunanet a szemetet. A Dunanet kis autóiba, meg a nagy autóiba egy GPS van. Látják pontosan, hol állt meg, mikor ment, melyik útvonalon ment. Ezt lehet mondani, nem viszik el, elő szokott fordulni, hogy ott marad egy kuka, de az, hogy rendszeresen nem viszik el, ezzel akkor önnek a Dunanetet kell keresni. El lehet ezt mondani egy közgyűlésen, de tényleg a Dunanettel kell fordulni, levélben, írásba, telefonba, hogy megint nem vitték el, ez előfordul, miért nem, mi az oka, nem tud bemenni, felázott a talaj, nem tud bemenni, tehát rengeteg problémája lehet, de az, hogy rendszeresen nincs elvíve, én ezt nem tudom elképzelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alpolgármester úr, Lőrinci Konrád képviselő úr, parancsolja meg, adom önnek a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt alpolgármester úr. Azt gondolom, hogy rengeteg idő telt el azóta, amióta szóltam a bizonyos balesetveszélyes aknák ügyében. Én azt gondolom, hogy ez a hivatalos fórum, ahol a lakókat képviselni lehet. Ha itt elmondom, és itt ezáltal nem teljesül, akkor valami baj van a rendszerben. Tehát én azt gondolom, persze felhívhatom közvetlenül is a városüzemeltetési osztályt, de az nem biztos, hogy pont tegnap este 7-8 órakor felvették volna a telefont. De itt és most elmondtam megint a problémát. Én várom a problémának a megoldását. Azt gondolom, hogy azokat az aknákat le kellene ugyanúgy fém tetővel fedni, ahogy a többi is le van fedve a felsődnaparton. Ezek egyébként szerintem a partvédelmi vállalat területéhez tartoznak. Nagy valószínűséggel ezek a partvédelmi eszközök része. Én azt gondolom, hogy erre oda kell figyelni a DVG-nek, aki a partvédelmi vállalat feladatait átvette. Kérném ennek sürgős megoldását. Köszönöm. Orosz Csaba képviselő úrnak megadom a szót, parancsoljam. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy ő is tudja, hogy mennyi mindennel keresnek minket a lakók, ezt elég sokszor fejbe tartani. Ezeket sokszor megnézni nem tudjuk, ugye én is képeket kérek inkább, vagy üzeneteket, hogy lássam, és bejelentem a megfelelő helyre. De én azt is kérem a lakóktól, hogyha tegyük fel, mondjuk egy ilyen veszélyes helyzet, egy-két napon belül nem oldódik meg, akkor jelezzék. Ha nem annyira veszélyes, de mégis meg kellene oldani, egy-két héten belül nem oldódik meg, akkor szóljanak megint. Mert sokszor én is azt hiszem, hogy jelentettem ide-oda, és megoldódott. De sajnos ugye a cégek is el vannak havazva, nagyon sok a munkájuk. Én ezért ebben elfogadó vagyok, viszont nyomon követem, hogy megtörténik-e ennek a problémának a megoldása, és akkor ha nem, akkor pedig újra próbálkozom. Szerintem ez is egy megoldás lenne, és köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, a hozzászólásokat lezárom. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt dunai városiak, nagy örömmel szeretném most itt önök előtt is bejelenteni, hogy június 3-án megrendezésre kerül a mondhatni szokásosnak mondható időpontban a városunk egyik legnagyobb rendezvénye, a Parázsvarázs. Ezen a rendezvényen igyekszünk olyan megfelelő szórakoztatást biztosítani minden korosztály számára, ahol minden dunai városi jól érezheti magát, és éppen ezért Korda Györgyöt és Balázs Klárit fogjuk első fellépőként, nagy fellépőként, illetve a Halott Pénz nevű együttes fogjuk második nagy fellépőként vendégül látni ezen a rendezvényünkön. Mindenkit arra biztatok, hogy jöjjenek el erre az ingyenes rendezvényünkre. Természetesen lehet asztalokat is bérelni ezen a rendezvényen, a parázsvarázs.com nevű weboldalunkon, és bízom abban, hogy ezen a rendezvényen nagyon sokan leszünk, és nagyon jól fogjuk magunkat érezni. Képviselő úrnak a hozzászólásaira, illetve hallgatva itt az elmúlt percekben a képviselői hozzászólásokat, én ezennel szeretnék odafordulni a kettes számú választókörzet lakóihoz. Látható módon képviselő úr nem tud eljárni semmilyen ügyben, ezért közvetlenül kérem önöket, hogy forduljanak Mezei Zsolt alpolgármester úrhoz városüzemeltetési problémáikkal kapcsolatban. A közgyűlési döntési javaslatot
szeretném ismertetni. A közgyűlés elfogadja a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két rendesülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről, továbbá átruházott hatáskörben meghozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót. Aki a tájékoztatót elfogadja, az kérem igen, ne szavazzon. Tizenegy igennel, négy nemmel elfogadtuk a napirendi pontot. Átérjünk második napirendi pontunkra, amely jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Tisztelt képviselőtársaim, az előterjesztés egy fejezetből áll. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, most pedig szavazást rendelek el. A jelentés elfogadására, aki ezt elfogadja, azt kérem igennel. Bocsánat, közben szeretném jelezni, hogy 13 főre csökkent a képviselők száma a közgyűlési terem. 13? 13. És most indítjuk a jegyző úr, köszönöm szépen, a pontosítás, 14 fő lett képviselők száma, de továbbra is határozatképesek vagyunk, és így fogunk erről a második napi rendi pontról döntést hozni. Aki elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Átterjünk a harmadik napi rendi pontunkra, amely javaslat a Fehérvár megyei kormányhivatal FN02-607/2023-as iktatószámú törvényességi felhívása megtárgyalására és az ez alapján teljesítendő intézkedésekre. A napi rendi pont rövid tartalma szerint a Fehérvár megyei kormányhivatal törvényességi felhívással élt Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megalapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 27/2018-as önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2023-as önkormányzati rendelete és a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megalapításáról és a díjalkalmazás feltételéről szóló 27/2018-as önkormányzati rendelet vonatkozásában. A törvényességi felhívásban foglaltakat 2023. május 30-a napjáig kell megvizsgálni, és ugyanerre a határidőre a vizsgálat alapján tett intézkedésekről tájékoztatást adni. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Lóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, 6 igen szavazattal a közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr. Tájékoztatom a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a kormányhivatal törvényességi felhívása az előterjesztés mellékletét képzi, így teljes terjedelmében ismertetésre került. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat. Köszönöm, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. A döntési javaslat pedig a következőképpen hangzik. A közgyűlés teljes terjedelmében megvizsgálta és megismerte a Fehérvár megyei kormányhivatal FE/2/677/1/2023 számú átiratát, melyben törvényességi felhívással ért a személytaxi szolgáltatás legmagas hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételéről szóló 27/2018-as önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2023 önkormányzati rendelete, továbbá a közgyűlésnek a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és díjalkalmazás feltételéről szóló 27/2018-as önkormányzati rendelete vonatkozásában. A közgyűlés elfogadja a törvényességi felhívás megállapításait a döntés szerint. Egyelőre megjegyzi, hogy a felhívás második oldalán szereplő a jogszabály szerkesztésről szóló 61/2009-es IRM rendelet 52 szakasz harmadik bekezdéséhez a Fehérvár megyei kormányhivatal által idézett jogi kommentárból kizárólag az a következtetés vonható le, miszerint a korábbi ciklus közgyűlése törvénység elég figyelmen kívül hagyásával úgy alkotta meg a 27/2018-as önkormányzati rendeletet, hogy annak bevezető része sértette a jogalkotásra vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket, amely miatt egy jelenleg is hatályos rendelet más jogszabályba ütközik. A közgyűlés éppen ezért úgy határoz, hogy a jogbiztonság érvényesítése érdekében a jogok és jogalkotási kötelezettségének soron kívül eleget tesz úgy, hogy megalkotja először a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról szóló és díjalkalmazás feltételeit tartalmazó 27/2018-as önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2023-as önkormányzati rendelet hatályban nem lépéséről szóló önkormányzati rendeletet,
Továbbá a közgyűlés úgy határozott, szintén a jobb biztonság érvényesítése érdekében, valamint természetesen a magasabb szintű jogszabályokkal való ütközés elkerülése érdekében soron kívül megalkotja a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és díjalkalmazás feltételéről 27/2018-as önkormányzatot helyébe lépő új önkormányzati rendeletet, azzal, hogy a korábbi rendeletet természetesen felülvizsgálta. A közgyűlés úgy határoz egyebekben, hogy az új megállapítandó taxirendelettel kapcsolatosan kialakított legmagasabb hatósági árak díjtételeit még az idei évben az utas és lakossági visszajelzések alapján felülvizsgálja. Köszönöm. Köszönöm szépen, jegyző úr, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzam. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a negyedik napi rendi pontunkra, amely javaslat a Dunajváros megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjainak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételéről szóló 27/2018-as önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2023-as önkormányzati rendelet hatályban nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés javaslatot tesz, aki hirdetett, de hatályban még nem lépett 14/2023-as önkormányzati rendelet hatályban nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, és a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 5 igen és 1 nem szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlési bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napi rendi ponthoz kapcsolódóan van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem ezért. Nem lép hatályba a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételéről szóló 27/2018-as önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2023-as önkormányzati rendelet. Aki a rendelet tervezetet elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk, és megállapítom, hogy a Dunajváros megyejogúváros önkormányzata közgyűlése megalkotta a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megalapításáról és a díjalkalmazás feltételéről szóló 27/2018-as önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2023-as önkormányzati rendelet hatályban nem lépéséről szóló 19/2023-as önkormányzati rendeletet. Ez egy szép mondat volt. Áttérünk az 5. napi rendi pontunkra, amely javaslat a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlésének a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági árának megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a taxiállomások igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Tisztelettel köszöntöm Králik Gyulát és Berki János Tamást a meghívottak között. A napi rendi pont rövid tartalmát ismertetem. Az előterjesztés a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételéről szóló 27/2018-as önkormányzati rendeletről szóló 27/2018-as önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az új rendelet megalkotására tesz javaslatot. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találtam. Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal a rendelet tervezete elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy ülésünk elején készhez kapták a Fejérvár megyei kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság tájékoztatását. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A rendelet tervezet tartalmazza a taxiállomások használatának alapvető szabályait, a legmagasabb hatósági árat jelentő díjtételek mértékét, a viteldíj képzésének módját. Aki a rendelet tervezetet elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Tizenegy igen, kettő nem is egy tartózkodással.
a rendelettervezetet elfogadtuk. Megállapítom ezért, hogy Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése megalkotta a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági árának megalapításáról, díjalkalmazás feltételeiről és a taxiállomások igénybevételének rendjéről szóló 20/2023-as önkormányzati rendeletet. Átérünk az hatodik napi rendi pontunkra, mely javaslat Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlésének a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A napirendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és a Dunajváros egyes városrészeinek elnevezéséről szóló 21/2013-as önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, jó szerencsét, és új rendelet megalkotására tesz javaslatot. Kérdezem az ügyrendi igazgatás és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyásra alkalmasnak találtam. Köszönöm szépen. Kérdezem szintén önt, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelt tervezetet 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Most az Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság elnökét, Szántó Péter elnök urat kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. A bizottságunk tárgyalta az előterjesztést, és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A rendelettervezet rögzíti a közterületek elnevezésére vonatkozó alapvető szabályokat, a közterületek elnevezésére vonatkozó eljárás, továbbá lefekteti a házszám megalapítás alapvető szabályait. A házszám megalapítása iránti eljárásban a közgyűlés által átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Aki a rendelettervezetet elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Igen szavazattal megállapítom, hogy a Dunajváros megy. Szeretném jelezni a jegyzőkönyv részére, hogy 15 igen volt, képviselő úr is igennel ezt kívánt, semmi probléma. Megállapítom, hogy 15 igennel a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése megalkotta a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályról szóló 21/2023-as önkormányzati rendeletet. Átérünk hetedik napi rendi pontunkra, mely javaslat közétkeztetési szolgáltató áremelés elfogadására, valamint a köznevelési intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjról szóló 12/2021-es önkormányzati rendelet módosítására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjai összegére tesz javaslatot 2023. június 1-től. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, és a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet tervezetet 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, most az Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság elnökét, Szántó Péter elnök urat kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. A bizottságunk tárgyalta a napirendi pontot, és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, most a Szociális Egészségügyi Lakhatási Bizottság elnökét, a dr. Székely Károly elnök urat kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, bizottságunk az előterjesztést tárgyalta, és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság elnökét, Motyavszki Mátyás elnök urat kérdezem most, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság a napirendi pontot 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés határozati javaslatot és rendelettervezetet tartalmaz. Először a határozati javaslatról szavazunk, a döntési javaslatot a határozati javaslatnál ismertetem. A közgyűlés a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott köznevelési intézményekben, valamint a Dunajvárosi Óvodában és az Egyesített Szociális Intézmény és Árpádházi Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményben 2023. június 1-től alkalmazott szolgáltatási díjat nyersanyag
elnök költség és rezsi költséget a határozati javaslatban foglalt táblázat szerint határozza meg. Aki határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igen, ne szavazzon. Tizenöt igen szavazattal elfogadtuk, most pedig a rendelettervezetnek a döntési javaslatát ismertetem. A rendelettervezetet meghatározza az óvodai, az iskolai gyermekétkeztetés új intézményi térítési díjait. Aki a rendelettervezetet elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk, és szeretném jelezni, hogy még a szavazás előtt 14 főre csökkent a képviselők száma, de attól még határozott képesek voltunk. Viszont 14 igen szavazattal a rendelettervezetet elfogadtuk. Megalapítom, hogy Dunai Város megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése megalkotta a köznevelési intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 22/2021-es önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2023-as önkormányzati rendeletet. A 8. napi rendi ponttal folytassa, kérem Mezei Zsolt alpolgármester úr a közgyűlés levezetését. Köszönöm, folytatjuk akkor a munkát. Én a szavazatomat a polgármesteri gépen fogom leadni, és 14-en vagyunk, és határozat képesek. 8-as napirendi pont jön, javaslat Dunaújváros megyejogúváros önkormányzata közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015-ös önkormányzati rendelete módosítására. Napirendi pont rövid tartalma, Dunaújváros 772/11 és a 772/18 herőszámú ingatlanok helyi döntés alapján az önkormányzat gazdálkodásának regyéről szóló 15/2015 önkormányzati rendelete 6-os mellékete szerint forgalomképtelen kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok. A főépítész és pályázati osztály arra kérte az ingatlanok kivett közterületi minősítését tekintettel arra, hogy az ingatlanok rendeltetése közterület. A közgyűlés a 137/2023 számú határozatával döntött a Dunaújvárosi 2637/2 és a 3371/9 számú ingatlanok DVG ZRT-be történő aportálásáról. Fentiek tekintettel indokolt a hivatkozott melléklet módosítása. Kérdezem az ügyrendi igazgatás egy jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán urat, hogy a bizottság véleményezte az előterjesztést. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 5 igen és egy tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadása javasolja. Köszönöm, kérdezem önt ismét, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményezte az előterjesztést. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet tervezetet 6 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadása javasolja. Köszönöm, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napirendi ponttal.
Hogy a városlakók szolgálják a fideszes vezetést. És hogy miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert ha megnézzük, hogy milyen eszközöket kellett használni, vagy kell használni a nagyon sok városüzemeltetési feladatot ellátó munkatársunknak, akkor látszik, hogy az elmúlt fideszes időkben gyakorlatilag a joggazdagondossága ezekben az eszközök felújításában, beszerzésében fel sem merült. A nehéz anyagi, gazdasági helyzetünk mellett is mindent megteszünk azért, hogy olyan eszközök kerülhessenek megvásárlásra és használatra, amik a következő 20 évben is akár tudják szolgálni a városlakókat. Köszönöm szépen. Köszönöm, a polgármester úr, teljes egyetértek azzal, amit mondott. Azért az első bejárásnál, amikor láttam, hogy egy fűnyűrő traktorra szerelnek egy ekét, és azzal próbáljuk majd tolni a havat télen, meg jégmentesítjük, tehát elképesztő. A legfiatalabb autó 27 éves volt. Ne menjünk ebbe bele, mert tényleg síratnékon van. De most már ez alakul, én azt gondolom én is, hogy jó sok mindent sikerült megvásárolni. A döntésjavaslat a következő közül, és hozzájárul ahhoz, hogy a gazdaságellátó szervezet kiemelt irányzatai között erészeti és parkfenntartási tevékenység ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése céljából átcsoportosításokat hajtson végre. Aki ezzel egyetért, kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. 11-es napirendi pont következik, ami javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, magasabb vezetői állásai betöltésére irányuló pályázat kiírására. És a napirendi pont a következő. A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának a vezetői megbízatása 2023. szeptember 30-a napjával lejár, ezért az intézmény vezetésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján pályázat kiírása szükséges. Kérdezem az ügyrendi igazgatása és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán urat, hogy a bizottság véleményezte az előterjesztést. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadása javasolja. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és városvezetési bizottság elnökét, Tóth Kálmán urat, hogy a bizottság véleményezte az előterjesztést. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztésre, a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadása javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat van-e? Ilyet nem látok, döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés pályázatot ír ki a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, igazgatói beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi 33. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011-es kormányrendeletben meghatározottak alapján a határozatot mellékletét képező pályázati felhívás szerint. A közgyűlésre benyújtott pályázatok véleményezésére 3 tagú szakértő bizottságot hoz létre. A bizottság feladatainak ellátásával a közgyűlés dr. Monnár Attila jegyzőt, Tóth Kálmánt, a pénzügyi, gazdaság és városüzemeltetési bizottság elnökét és Barta Endrét, a humán ügyekért felelős alpolgármestert bízza meg. Aki a határozott javaslatot elfogadja, kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk a határozatot, és következik a 12. napirendi pont, amire visszaadom a ülés vezetését polgármester úrnak.
Köszönöm szépen a polgármester úr segítséget. Átérünk a 12. napi rendi pontunkra, amely javaslat a Gárdonyi Géza Görög Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával a 2400 Dunai Város Batsányi út 2/A szám alatti ingatlanom egyes helységének vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a Gárdonyi Géza Görög Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője levélben kereste meg az önkormányzatot, melyben kérte a Dunai Városi Óvoda, Dunai Városi Parti tagóvodában egy csoport, illetve az ahhoz tartozó kiszolgáló helységek biztosítását az óvodai nevelésbe történő bekapcsolás érdekében. Az előterjesztés javaslatot tesz az igényelt ingatlan rész bérbeadására. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és 6 igen szavattal elfogadásra javasol a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és 6 igen szavazattal elfogadta, és azt tette a szerződésbe, hogy az inflációt emelő árral kerüljön be a szerződésbe, hogy emeljük a bérleti díjat az inflációval együtt. Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy ülésünk elején készhez kaptak egy új bérleti szerződés tervezetet. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés úgy határoz, hogy az óvodai nevelést végző Gárdonyi Géza, a Görög Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére pályázati kiírás mellőzésével bérbeadja óvodai nevelés céljára Dunaújváros megyejogúváros önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező a Dunaújváros Batsányi utca 2/A szám alatt található óvodában a bérleti szerződésben tételesen felsorolt mindösszesen 145,41 négyzetméter nagyságú helységet 120.000 forint per hónap háfamentes bérleti díjért 2023. szeptember 1 napjától 2028. augusztus 31 napjáig. Gárdonyi Géza Görög Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát terheli a bérlet vagy bérlet tárgyát képező ingatlan fenntartásának rezsiköltsége. Szeretném jelezni, hogy egy fővel kevesebben lettünk, tehát 14 fő van képviselőként a teremben, de határozatképesek vagyunk, és aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk 13. napi rendi pontunkra, mely javaslat a Jószágalati Otthon közalapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint mindenütt. A Jószolgálati Otthon közalapítvány kuratóriumi elnöke azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, 2023 évben 18 fő szociálisan hátrányos helyzetű ellátót részére költségtámogatást biztosítson a Balatonszabadi üdülő igénybevételéhez. Támogatást kért összeget Dunaújváros megyejogúváros önkormányzata 2023 évi költségvetésében rendelkezésre áll. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztésre, határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, most a Szociális Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnökét, a dr. Székely Károlyt kérdezem, hogy a bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés támogatja a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2023 évi nyári táborozását. A közgyűlés a döntés megvalósításához a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére 234.000 forint összegű visszanemtérítendő támogatást nyújt. Aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk 14. napi rendi pontunkra, most már szintén 15 fő képviselővel határozatképesen. Átérünk a 14. napi rendi pontunkra, javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel megkötött támogatási szerződés módosítására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a közgyűlés
A 432/2022-es határozatában a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség részére 2 millió 500 000 forint visszanemtérítendő támogatást nyújtásáról döntött. A Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség kezdeményezte a támogatás felhasználása időpontjának módosítását. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kámen urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavat a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavat a elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, most az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság elnökét kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. 14 főre csökkent a képviselők száma a teremben. Most nem szóltak a fideszes képviselők, de én most itt nem látom a szövetségnek az elnökét, de ettől függetlenül szerintem elfogadjuk a kérvényüket. Bízom benne, hogy a képviselő urak is így fognak dönteni, bár attól függetlenül, hogy nincs itt. A döntési javaslatot ismertetem, a közgyűlés hozzájárul, hogy a 432/2022-es határozat alapján a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetséggel 2022. október 3-án megkötött támogatási szerződés 5.2-es pontjában az átutalás napjától szövegrész 2022. január 1-i szövegrészre módosuljon. Aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igen, ne szavazzon. Igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a 15. napi rendi pontunkra, amely javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022 évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására. Napi rendi pontra vitt tartalma szerint a Fészek Gyermekvédő Egyesület megküldte az önkormányzattal 2014. november 25-e napján kötött feladatellátási szerződés 6.7-es pontja alapján a gyermekek átmeneti otthona 2022 évben végzett munkájáról szóló beszámolóját. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavat a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a Szociális Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnökét, dr. Székely Károlyt kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022 évben végzett munkájáról szóló beszámolóját megismerte és elfogadja. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem, igen, ne szavazzon. Igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk 16. napi rendi pontunkra, amely javaslat a Dunai Város és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapítók iratának módosítására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a Dunai Város megyei jogúváros önkormányzata 1991-ben alapította a Dunai Város és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány. Az előterjesztés az alapítók irat módosítására tesz javaslatot. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találtam. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig kérdezem a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, Orosz Csabát, Orosz Csaba elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a Közbiztonság és Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslatot igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés tudomásul veszi a Dunajváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjai Szepesi Attila és Fekete Tibor tisztségről történő lemondását. Közgyűlés a Dunajváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának az elhunyt tag helyett Németh Miklóst kéri fel. A közgyűlés tudomásul veszi a Dunajváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjainak Tomsics Lászlói tisztségről történő lemondását. Közgyűlés a Dunajváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjának a lemondott és az elhunyt tagok helyett Koller Gábort, Bódi Gergőt és Szilasi Jánost kéri fel. A közgyűlés a Dunajváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító
okirat módosítására határozati javaslatban foglalt módosító okiratot fogadja el. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Egy fővel nőtt a képviselők száma, 15 főre a teremben továbbra is határozatképesek vagyunk, tehát aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk 17. napi rendi pontunkra, amely javaslat Dunaujváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése 146/2023-as határozatának, valamint a megkötött támogatási szerződés egyes számú módosítására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a közgyűlés 146/2023-as határozatával elfogadta a Dunaujváros és környékek közbiztonságáért közalapítvány 2023 évi közbiztonsági rendezvénysorozata támogatását. A közalapítvány kuratóraim elnöke azzal a kéréssel fordult az önkormányzatunkhoz, hogy 100 000 forint összeggel járuljon hozzá a rendezvénysorozat módosítása, megvalósításának további költségeihez, ezért a közgyűlés határozata és a megkötött támogatási szerződés módosítása szükséges. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és 6 ilyen szavazat a közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találtam. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasol a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem az a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnökét, Orosz Csaba elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. Közgyűlés a Dunaujváros és környéke közbiztonságáért közalapítvány 2023 évi közbiztonsági rendezvénysorozat támogatására korábban megítélt 900 000 forint támogatás mellett további 100 000 forint összegű, azaz összesen 1 millió forint támogatást nyújt. Aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. A határozati javaslatot 15 igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a 18. napi rendi pontunkra, amely javaslat a házi orvosi szolgálatok, felnőtt gyermek és ügyelet és a fogorvosi szolgálat 2021 és 2022 évi működéséről szóló beszámoló elfogadására. A rendi pont rövid tartalma szerint a felnőtt házi orvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi és az ügyeleti szolgálat beszámol a 2021 és 2022 évben végzett munkáról a közgyűlésnek. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasol a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, most a Szociális Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnökét, dr. Székely Károly elnök urat kérdezem, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a bizottságunk. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a házi orvosi, a házi gyermekorvosi, a házi orvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat 2021 és 2022 évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk 19. napi rendi pontunkra, amely javaslat a 9-es számú felnőtt házi orvosi körzetet ellátó Patronus Medical Kft-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a Dunaujvárosi 9-es számú felnőtt házi orvosi körzetet működtető Patronus Medical Kft. Képviseletében Őrhendi Péter ügyvezető a Dunaujvárosi megyei jogúváros önkormányzatával fennálló feladatellátási szerződésük közös megegyezéssel történő megszüntetését kérte. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, 6 igen szavazattal közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találtam. Köszönöm szépen, elnök úr, most a Szociális Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnökét, a dr. Székely Károly elnök urat kérdezem, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a határozati javaslatot bizottságunk 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros megyei jogúváros önkormányzata és a Patronus Marika Kft. Között létrejött feladatellátási szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön 2023. május 31-e napjával. Na, aki határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem, igen, ne szózzom. Igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a 20. napi rendi pontunkra, amely javaslat a 12 és 17-es számú fogászati alapellátás közetekben fogászati eszközök beszerzéséhez az ajánlattevő körének kiválasztására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a 17-es számú fogászati körzet felnőtt és gyermek és iskolafogászati területi ellátási kötelezettséget dr. Lukács Ildikó fogorvos látja el. Doktornő fogászati kezelőegység beszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz. Dr. Székely Károly 2023. januárjában jelezte önkormányzatunk felé, hogy a 12-es számú fogászati körzetben általa használt fogászati kezelőegység műszaki állapota a mindennapos betegellátásra nem alkalmas, csere érett. Doktor úr által használt kezelőegység 2023. április 7-én tönkrement, ezért a 12-es számú körzetben is szükséges egy új kezelőegység beszerzése. Az előterjesztés az ajánlattevő körének kiválasztására irányul. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, 6-igen szavazattal a közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, szintén önt, elnök úr, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig a Szociális Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnökét, dr. Székely Károlyt kérdezem, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, határozati javaslatot 6-igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a bizottságunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Dr. Székely Károly képviselő úr az előbb jelentkezett, megadom önnek a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, kérném szépen a szavazatból való kizárásomat személyes érintettségem okán. A bejelentése folytán a közülések döntenie kell, ahogy a képviselőt kizárja a döntéshozatalból. Szavazni fogunk most a kizárásról, aki ezt elfogadja, azt kérem, igen, ne szavazzom. Érintettség miatt 15 igen szavazattal kizártuk Székely Károly doktor urat a szavazásból. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertettem. A közgyűlés a Dunaújvárosi 12 és 17-es számú fogászati körzetek működéséhez szükséges fogászati eszközök beszerzésére beszerzési eljárást indít. A közgyűlés a beszerzési eljárás ajánlattevőinek az alábbi gazdasági szereplőket választja ki. Az OMDENT Kft., Modent Kft. És Sándor Zoltán egyéni vállalkozó. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem, igennel szavazzom. Most 14 igen szavazattal elfogadtuk. Mielőtt áttérnénk a 21. napi rendi pontunkra, pár perc szünetet mindenek el. A 21. napi rendi pontunkkal folytatjuk a munkát, amely 21. napi rendi pont a javaslat a augusztus 20-ai rendezvény lebonyolítására kiírt beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint az augusztus 20-ai rendezvény lebonyolítására a közgyűlés 147/2023-as határozatában foglaltak szerint ajánlattételi felhívás került kiküldésre a határozatban szereplő három gazdasági társaságnak. Az előterjesztés a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását tartalmazza. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, 6 igen szavazat közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, most az Oktatási, Kultúra és Társadalmi Kapcsolati Bizottság elnökét, Szántó Péter elnök urat kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, bizottságunk véleményezte az előterjesztést, és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatosan van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés az augusztus 20-ai rendezvény lebonyolítására indított beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőig, április 3-áig a felkért gazdasági szereplőktől nem érkezett ajánlat. Aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Igen szavazattal elfogadtuk, áttérünk 22. napi rendi pontunkra, amely javaslat szponzorációs szerződés megkötésére az Eurosó Kft-vel. Napi rendi pont rövid tartalma szerint az Eurosó Kft 2023. augusztus 20-án nagyszabású szabadtéri ünnepséget tervez szervezni a Szalki-szigetre. Az Eurosó Kft-vel az önkormányzat szponzorációs szerződés kötne. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és 6 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadása javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és a határozati javaslatok 4 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadása javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, most az Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság elnökét, Szántó Péter elnök urat kérdezem, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, bizottságunk véleményezte az előterjesztést, és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés tudomással bír arról, hogy az Eurosó Kft. 2023. augusztus 20-án Újvárosi Fesztivál című rendezvényt szervez a Szalki-szigeten. Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az Eurosó Kft. Részére a szponzorációs szerződésben rögzített határidőben nettó 15 millió forint plusz száfa összegű szponzorációs díjat megfizet. Aki határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igen, szavazzon. 14 igen szavazattal napi rendi pontot elfogadtuk. Átérünk 23. napi rendi pontunkra, mely javaslat Dunaújváros nyírszámú választókerületi rendezvényének fedezetére előirányzatát csoportosítására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint Dunaújváros nyírszámú választókerületében a tervezett rendezvények költségének fedezetére költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, 6 igen szavazattal a napirendi pontot közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr, most szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros négyes számú választókerület 2023 évben megrendezésre kerülő rendezvények költségeinek biztosítása céljából átcsoportosítása hajtson végre úgy, hogy Dunaújváros megyei-jogúváros önkormányzata közgyűlésének a Dunaújváros megyei-jogúváros önkormányzata 2023 évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályról szóló 6/2023-as önkormányzati rendelete módosuljon aszerint, hogy a 9-es melléklet 24.3-as cím képviselői közöttek tartalék sorát 4 millió 500 ezer forinttal lecsökkenti, 7-es melléklet 9 kulturális oktatási és ifjúsági feladatok sorára, 1-es cím személyi juttatások 296 ezer forint, a 2-es cím munkaadókat terhelő járulékok 124 ezer forint, a 3-as cím dologi kiadásokra 4 millió 80 ezer forint összeg megemelésével. Aki határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. 14 igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk 24. napi rendi pontunkra, mely javaslat a Dunaújváros megyei-jogúváros önkormányzata által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvízelvezető rendszerek tekintetében az elközműrendeletben előírt feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés az önkormányzat üzemeltetésében lévő elválasztott rendszerű csapadékvízelvezető rendszerek tekintetében az elközműrendelet által előírt folyamatos adatpublikálási és város változásfejlesztési feladatok ellátása kapcsán a beérkezett ajánlatok alapján a vállalkozási szerződés megkötésére tesz javaslatot. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találtam. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén őt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és 6 igen szavazattal a határozati javaslat elfogadása javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr.
Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e, jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvízelvezető hálózatok tekintetében a folyamatos változásvezetés és adatpublikálás elvégzése, az elközműrendelet, valamint az ASF előírásai alapján tárgyú munkát az Alba Geotrade ZRT-től rendeli meg 2023. június 1-től 2025. május 31-ig terjedő szerződéses időszakra vonatkozóan bruttó 6.096.000 forint értékben. Aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szózzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk 25. napi rendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros táborállási partoldal Harcsa utca és Ivó utca közötti szakaszának tervezésére. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a partfal hosszú távú állékonyságának biztosításához érintett szakasz morfológiájának hátrendezése szükséges. A stabilizációs munkákhoz kapcsolódó tervek előkészítésével a DVG ZRT-t bízzuk meg. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasol a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal a rendelt tervezetet elfogadásra, határozott javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertettem. A közgyűlés úgy határoz, hogy Dunaújváros táborállás partoldal Harcsa utca és Ivó utca közötti szakaszának védelmének kialakításának tervezése vonatkozásában a DVG ZRT-vel vállalkozási szerződés köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. Aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Átérjünk 26. napi rendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros a szúnyogderítésre vonatkozó munkáira. A napi rendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés a Dunaújváros a szúnyogderítési munkákra beérkezett ajánlat árajánlatok ismertetésére, összehasonlítására és a nyertes ajánlat kiválasztására irányul. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találtam. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés úgy határoz, hogy a Dunaújváros szúnyogderítési munkáinak ellátását bruttó 10 millió forint keretösszegért Noxious Kft. Végezteti. Aki határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igen, ne szavazzon. Igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk 27. napi rendi pontunkra, amely javaslat Szabó Zsolt alpolgármester képviselő indítványa megtárgyalására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint Szabó Zsolt alpolgármester úr képviselő indítványal élt annak érdekében, hogy Dunaújváros közelében lehetőleg ne valósulhasson meg újabb jelentős környezetszennyezéssel együtt járó üzem. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, 5 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnökét, Orosz Csaba elnök urat kérdezem, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! A Közbiztonság és Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal és 1 fő nem szavazott elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Látom Szabó Zsolt a polgármester úr kívánja szóban kiegészíteni az indítványt. Parancsoljon a polgármester úr, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés! Nem szeretnék ebből a kérdésre politikai vitát csinálni, mert nem hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy mi itt a képviselőtestületben az politikai vitába keveredjünk, azonban egy dolgot, mint elkötelezett zöld politikus szeretnék elmondani, hogy
Én azt szeretném, hogy még az unokáim is itt Dunajvárosban nőessenek fel. Ezért dolgozom nap mint nap Dunajváros alpolgármestereként, a Demokratikus Koalíció politikusaként, és minden olyan beruházás ellen tiltakozni fogok, ami rosszabb város teremt a gyerekeinknek és az unokáinknak. Azt szeretném, hogy legyen egy párbeszéd arról a városban, hogy milyen beruházások valósulhatnak meg, és olyan beruházásokat hozzunk ide Dunajvárosba és Dunajváros környékére, amik segítik azt, hogy ez a térség fejlődjön, és jó munkakörülmények között, jó körülmények között töltessük a mindennapjainkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés felkéri Rácsalmás város képviselőtestületét, hogy amennyiben a Hankook Tire Magyarország Kft. Melletti területen a közeljövőben bármilyen beruházás történik, arról közvetlenül egyeztessen Dunajváros megyejogú város önkormányzatával. Közgyűlés kijelenti, hogy Rácsalmás település rendezési eszközének módosítása történő egyeztetésen a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012-es kormányrendeletnek megfelelően továbbra is részt kívánt venni azzal, hogy a közgyűlés már most rögzíti, nem támogatja, hogy Rácsalmás területén a településrendezési eszközök módosítása eredményeként környezetszennyező tevékenység valósulhasson meg. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tizenegy igen és három tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk. Én sem megyek bele a politikai vitákba most. Áttérünk a 28. napi rendi pontunkra, amely javaslat az EUCF, European City Facility, Városokkal a Városokért helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázat keretében beruházási koncepció kidolgozására. A napi rendi pont rövid tartalma szerint a pályázat keretében az EUCF pályázat keretében nyújt segítséget önkormányzatok és önkormányzati társulásoknak. A felhívás célja, hogy segítse a városokat a fenntartható energiahatékonyságot és a megújuló energiai alkalmazását célzó beruházásokban rejlő lehetőségek kiaknázásában. A pályázat keretében egy beruházási koncepció kidolgozását szükséges végrehajtani, amely 12 hónap áll rendelkezésre. Az előterjesztés a koncepció kidolgozására, a ajánlattételi felhívás kiírása és a szerződés tervezet jóváhagyására irányul. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kámen elnök urat, hogy a bizottság véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén ott kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnökét, Orosz Csaba elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Dunajváros megyejogú város önkormányzata az EUCF pályázat keretében a beruházási koncepció kidolgozására ajánlatkérést rendeljen el. Az ajánlattételi eljárásban Dunajváros megyejogú város önkormányzata az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: Lion Taria, fejlesztő és szolgáltató Kft., HBH Stratégiai és Fejlesztés Kft., Prorégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem, hogy ennek szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk 29. napi rendi pontunkra, mely javaslat Dunajváros településrendezési eszközöinek módosításának elindítására a téglaégető dűlő szabályozási szélességeinek csökkentése érdekében. A napi rendi pont rövid tartalma szerint a 26-26/1-es helyrezi számú ingatlan tulajdonosa, a 26-25/2-es helyrezi számú ingatlan tulajdonosa kéri a közülés Dunajváros helyi építési szabályzatáról szóló 15/2016-os önkormányzati rendelete úgy módosuljon, hogy a
26-25/2-es és a 26-26/1-es és a 26-27-es helyrezi számú ingatlanok telekhatára ne változzon, és előttük a téglaégető dűlő szabályozási szélessége 6 méter legyen a hatályos 14 méter helyett. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kámen elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztés, és a pénzügyi bizottság az ügyrendi bizottság előtt tárgyalta ezt a napirendi pontot, és már az ügyrendi bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és szeretnék képviselőként élni egy módosító határozati javaslattal. Ami így szólna, Dunai és Megyőjogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonos hozzájárulások beszerzése után, tehát azután, hogy megvan mind a három teleknek a bejegyzett tulajdonosa, és engedélyezi ennek a dolognak a meglétét, támogatja azt a célt, hogy Dunaújváros település rendezés eszközei a 2625/2, a 2626/1 és a 2627-es helyrezi számú telken úgy módosuljon, hogy az előkert mérete 0 méter legyen. Kettes pontban Dunai és Megyei Város Önkormányzati Közgyűlése utasítja a polgármester a jelen határozat közlésére a kérelmezővel. Itt akkor megfelelnénk azoknak, és a főépítész úrra is megnéztük ezt a lehetőséget, és úgy tárgyaltuk ezt az előterjesztést. És ezt az előterjesztést, ezt a módosítást szeretném beterjeszteni a tisztelt képviselőtestület elé. A tulajdonosokkal már lett egyeztetve, de gondolom nagyon fontosnak számít az, hogy ő nekik beleegyező nyilatkozatot kell tenni, hogy ebbe bele fognak egyezni. A bizottság véleménye pedig az volt, hogy akkor így ezzel a módosítással javasolja a tisztelt közgyűlésnek, hogy fogadjuk el, 6 igen szavazattal megszavaztuk az ügyrendi bizottságon. Köszönöm szépen, elnök úr. Most kérdezem a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökeként is önt, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. A pénzügyi bizottság már ezt a határozati javaslat tervezetet fogadta el, és ezt is 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Így azt gondolom, hogy az ott lévő telek tulajdonosai is meg fognak tudni egyezni egymással, és így senkinek nem lesz kárára az esemény. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is akkor a képviselői módosító indítványról döntünk. Amennyiben elfogadják Tóth Kámán képviselő úrnak a módosító indítványát, akkor úgy igennel szavazzanak. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy ülésünk elején készhez kaptok egy új határozati javaslatot, majd a döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy további kérdés, hozzászólási javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslat ismertetésére felkérem Jerczy urat. Köszönöm, polgármester úr. Tehát a képviselő módosító javaslatára a következő döntéstervezet állt elő. Az egyes pont szerint Dunai és Megyei Önkormányzata Közgyűlése a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése után támogatja azt a célt, hogy Dunaújváros településrendezési eszközei a 26-25/2, a 26-26/1 és a 26-27 helyrezi számú telkeken úgy módosuljanak, hogy az előkert mérete 0 méter legyen. A határozati javaslat tervezet szerint a közgyűlés utasítja a polgármestert a határozat közlésére a kérelmezővel, azaz Tóth János úrral. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jerczy úr, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. A 30. napirendi pontot levettük, ezért az új 30. napirendi pontként a javaslat a Bolán Busz ZRT 2022 évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadására van. A napirendi pont rövid tartalma szerint a Bolán Busz ZRT megküldte az önkormányzat részére a 2022 évi elszámolását és a 2022 évi tevékenységi beszámolóját, mely tartalmazza a többletforrás igényt is. Kérdezem, hogy ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kámán elnökhoz, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy ülésünk elején készhez kaptak egy új határozati javaslatot, a döntéshozatalnál majd ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólási javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Volán Buzi
ZRT által benyújtott a határozat egyes számú mellékleteként csatolt 2022 évi tevékenységre vonatkozó beszámolót megismerte, és elfogadja azzal, hogy Dunai Város Megyőjogúváros önkormányzatának Volambusz ZRT felé az ellentételezési előlegeket meghaladó további 12.236.197 forint fizetési kötelezettsége keletkezett 2022 évre vonatkozóan, amit 2023. június 30-ig megfizet. Aki határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igen, ne szavazzon. Tizennégy igen szavazattal a napirendi pontot elfogadtuk. Áttérünk a 31. napirendi pontunkra, amely javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők DVG ZRT által leszámolására, elfogadására és az üzemeltetésből eredő különbözett felhasználás jóváhagyására. Napirendi pont rövid tartalma szerint a közgyűlés a 131/2015-ös határozatával döntött arról, hogy a DVG ZRT-t bízza meg az önkormányzati, a Balatonszabad és a Harkányi üdülők, majd az 526/2016-os határozatával a Balatonkenesei üdülők üzemeltetésével is. Az üzemeltetési szerződés tartalmazza, hogy elszámol a tulajdonos önkormányzattal az ingatlanok vonatkozásában, és a különbözetet számla ellenében tulajdonos megtéríti üzemeltetőnek. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés elfogadja a DVG ZRT által üzemeltetett önkormányzati üdülők elszámolását a határozat melléklete szerinti a Dunai Város Megyőjogúváros önkormányzata tulajdonában álló siófoki, harkányi és balatonkeneslei üdülők 2022 évi üzemeltetéssel kapcsolatosan, egyben jóváhagyja a DVG ZRT-nek az üzemeltetésből eredő nettó 3.477.974 forint megmaradt pénzösszeget az üdülők korszerűsítésére és felújítására fordítsa, melynek első lépésében a balatonszabadi üdülők közösségi térben vizes blokkot és a balatonszabadi apartman szálló szobákban nagyobb hűtőhelyeket alakítson ki, a határozat mellékleteként csatolt költségvetési főösszesítően foglaltak szerint, mely a városüzemeltetési osztály igazolásával történik meg. Aki határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazom. Tizennégy igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadtuk. Átérünk a 32. napirendi pontunkra, amely javaslat a Magyar Vöröskereszt Fehér megyei szervezetének bérleti szerződése, a Miskolci Zsidó Hitközséggel módosított bérleti szerződés megkötésére az Erdősor 37/A szám alatt található volt kollégium épület egyes helységeinek vonatkozásában. Napirendi pont rövid tartalma szerint az önkormányzat az Erdősor 37/A szám alatt található volt kollégium épülete használatára bérleti szerződést kötött a Magyar Vöröskereszt Fehér megyei szervezetével, valamint a Miskolci Zsidó Hitközséggel. A Vöröskereszttel kötött bérleti szerződés 2023. március 31-a napjával megszűnt. Az előterjesztés javaslatot tesz 2023. április 1-től 2023. december 31-ig tartó bérleti szerződés megkötésére és a Miskolci Zsidó Hitközséggel bérleti szerződés módosítására. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés úgy határoz, hogy a menekültügyi segítő tevékenységet ellátó Magyar Vöröskereszt Fehér megyei szervezete részére pályázati kiírás mellőzésével bérbeadja a befogadóhely működtetése
céljára az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Dunaújváros erdősor 37 per asszám alatt található kollégiumban a Miskolci Zsidó Hitközség által bérelt helységek, és harmadik szinten található az önkormányzat által megjelölt egy darab irodahelység kivételével 2 millió forint per hónap bérleti díjért 2023. április 1-e napjától 2023. december 31-e napjáig azzal, hogy a bérleti jogviszony közös megegyezéssel 6 hónappal meghosszabbítható. Közügyés támogatja a Miskolci Zsidó Hitközséggel kötött a határozat egyes pontjában hivatkozott ingatlan egyes helységei használatára vonatkozó bérleti szerződés módosítását, mely szerint az egyes pontban hivatkozott ingatlan harmadik szintje karbantartási költségei 2023. április 1-e napjától nem terhelik a hitközséget. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem, igen, ne szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a 33. napi rendi pontunkra, amely javaslat a Hikari Dojo Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesülettel kötött haszonkölcsönszerződés módosítására. De tisztelettel köszöntöm megjelent Schneider László Györgyöt, a Hikari Dojo Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesület elnökét. A napi rendi pontot szeretném ismertetni. A közgyűlés a 471/2022 határozatával haszonkölcsönszerződés kötött a Hikari Dojo Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesülettel a Dunaújvárosi 730/424-es helyrajzi számú ingatlanon található faház hasznosítása érdekében 5 év határozott időtartamra. Schneider László az egyesület vezetője kérelmezte a szerződés 10-15 évre történő meghosszabbítását. Az előterjesztés a haszonkölcsönszerződés módosítására tesz javaslatot. Kérdezem az ügyrendi és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 5 igen szavazattal határozati javaslatot elfogadásra javasolja tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezúttal is szeretnék a Hikari Dojo-nak, illetve elnök úrnak is további jó munkát és erőt, egészséget kívánni. Én szinte biztos vagyok, hogy a közgyűlés támogatni fogja ezt a hosszabbítást. A döntési javaslatot ismertetem, amennyiben de van. Tóth Kálmán elnök úr is mondani kíván valamit. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Én azt szeretném mondani, hogy csodát tettek abból a faházból, ami ott a faház volt a Békeváros részben, és azt gondolom, hogy le a kalap előtt ennek a társaságnak, ennek az egyesületnek. Azt gondolom, így lehet értéket csinálni Dunaújvárosban. És nagyon szépen köszönöm Schneider úrnak a kitartó munkáját, hogy sikerült így ezt megvalósítani. Szívből gratulálok hozzá. Bíztatom elnök urat is, hogy látogassa és sportoljon, elkezdeni sosem késő, és tényleg szép a hely. Elkezdeni sosem késő. Döntési javaslatot ismertetem, amennyiben nincsen további hozzászólás. A közgyűlés úgy határoz, hogy a 471/2022-es határozata szerint a Hikari Dojo Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesülettel megkötött haszonkölcsönszerződés kettes pontját az alábbiak szerint módosítja. Haszonkölcsönbe adó haszonkölcsönbe adja, haszonkölcsönbe vevő haszonkölcsönbe veszi jelen szerződés egyes pontjában hivatkozott ingatlanon található önkormányzati tulajdonú ingatlant a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel, sporttevékenység céljából határozott időre 22. november 1-e napjától 2037. október 31-e napjáig. Birtokbaadás napja 2022. október 31 az átadás átvételi jegyzőkönyv felvételével. A közgyűlés úgy határoz, hogy a 471/2022-es határozata szerint a Hikari Dojo Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesülettel megkötött haszonkölcsönszerződés 6.1-es pontját az alábbiak szerint módosítja. A jelen szerződést a felek 2022. november 1-e napjától 15 év határozott időre 2037. október 31-e napjáig kötik. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem, igennel szavazzon. A 14 igen szavazattal elfogadtuk. További jó munkát kívánunk önöknek. Átérünk a 34. napi rendi pontunkra, amely javaslat a Kummer ügyvédi iroda megbízására. A napi rendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés a Kummer ügyvédi iroda megbízására a jogi feladatok ellátására tesz javaslatot. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 5 igen és 1 tartózkodásra közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Köszönöm szépen, elnök úr, szintén öt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslat 5 igen és egy tartózkodás mellett elfogadásra javasol a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat napirendi ponttal kapcsolatban van-e jelentkezőt? Nem látok, a döntési javaslatot ismertetem, a közgyűlés úgy határoz, hogy az egyes jogi feladatok ellátásával a Kummer ügyvédi irodát bízza meg 390.000 forint plusz 27%-os áfa havi megbízási díj jelenében 2023. május 1. napjával kezdődően határozatlan időre a határozat mellékletét képező ügyvédi megbízás szerződés szerint. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igen, ne szavazzon. Tizenegy igen és három tartózkodással elfogadtuk. Átérünk a 35. napi rendi pontunkra, amely javaslat Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése 629/2018-as határozata módosítására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a közgyűlés elfogadta az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságokról az in-house jogalap megalapításához szükséges dokumentum bekéréséről szóló 629/2018-as határozatot, valamint annak módosításáról szóló 150/2020-as és az 574/2021-es határozatot. Az előterjesztés a határozatokban megjelölt önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok körének bővítésére tesz javaslatot. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal a közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasol a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy ülésünk elején készhez kaptak egy új határozati javaslatot, a döntéshozatalnál pedig majd ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e jelentkezőt? Nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a 629/2018-as határozatának egyes pontját az alábbiak szerint módosítja. A Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése úgy határoz, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015 évi 143-as törvény 9. paragrafus hátuli j-ig pontjában foglalt kivételek fennállásának igazolására az alábbiakban felsorolt önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok kötelesek jelen határozati javaslat mellékletét képező igazolást benyújtani arra vonatkozóan, hogy a teljes árbevételének hány százaléka származik a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzatától, tehát a DVG Dunajvárosi Vagyonkezelő ZRT, a Dunanet Nonprofit Kft. És a Vasmiút 41-es Irodaház Kft., a Dunajvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., a DVN Dunajvárosi Városfejlesztési Nonprofit ZRT és az Innopark Nonprofit Kft., valamint a Dunajvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. A közgyűlés a 629/2018-as határozat többi pontjában foglaltakat változatlan tartalommal fenntartja. Aki határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igen, ne szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk a 36. napi rendi pontunkra, amely javaslat a 2022 évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011-es kormányrendelet előírja, hogy jegyző a tárgyévet követően legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a képviselő testület elé terjeszti jóváhagyásra az előző év belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogbizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal a közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, a kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e jelentkezőt? Nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a határozat melléklétét képező 2022 évben végzett pénzügyi gazdasági ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés című beszámolóját elfogadja. Aki határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igen, ne szavazzon.
Zárom, igen, egy tartózkodással elfogadtuk. Áttérünk a 37. napi rendi pontunkra, amely javaslat Dunajváros megyei város önkormányzat a 2022 évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a jegyző évente tájékoztatja a közgyűlés az adóhatósági munkáról. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnökorot, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntés javaslatot ismertetem. A közgyűlés megismerte a 2022 évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót, és abban foglaltakat a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igen, ne szavazzon. Tíz igen és három tartózkodással és egy nem szavazással. De ez igen, még, tehát 11 igennel szavaztuk meg, egy könyv számára szeretném jelezni, hogy Tóth képviselő úr is igennel szavazott. Tehát elfogadtuk a napi rendi pontot, a 38. napi rendi pontra pedig áttérve javaslat Szuhelka önkormányzatával testvérvárosi kapcsolat felvételére. Napirendi pont rövid tartalma szerint Szuhelka önkormányzata megkereste Dunajváros megyei jogúváros önkormányzatát azzal a céllal, hogy a két önkormányzat közötti testvérvárosi kapcsolatot létesítsenek. Az előterjesztés a két önkormányzat közötti kapcsolatot megerősítő testvérvárosi szerződés elfogadására irányul. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnökurat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén érdem. Az oktatási kulturális, csak annyira megszoktam. Most az oktatási kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnökét, Szántó Péter elnök urat kérdezem, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. A bizottság tárgyalta az előterjesztést, és 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Nagyszerű, köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok. Döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés támogatja Szuhelka önkormányzatával a testvérvárosi kapcsolat felvételét. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletében szereplő testvérvárosi szerződést kösse meg, és azt e határozattal együtt küldje meg Szuhelka város önkormányzatának. Aki határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal megszavaztuk. Bár én mondjuk személyesen is szívesen elviszem a szerződést. Áttérünk a 39. napi rendi pontunkra, amely javaslat a TOP 6-2-1-19-21-2019-00-001-es Dunajvárosi Pölcsödék Fejlesztése című projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásra tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára. Napi rendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés a Dunajvárosi Pölcsödék Fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri tevékenységek ellátására a Vasműt 41-es Irodaház Kft.-vel 2020. június 8-án kötött megbízási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára irányul. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, 6 igen szavazattal határozottan javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a Szociális Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnökét, Dr. Székely Károly elnök urat kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. A bizottságunk az előterjesztést tárgyalta, és határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Fejbont tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy az ülésünk elején készhez kapták az előterjesztést, a döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e jelentkezőt? Nem látok, a döntés javaslatot ismertetem. A közgyűlés a Dunajvárosi Bölcsödék Fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében műszaki ellenőri feladatok ellátására Vasmút 41 Irodaház Kft.-vel kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetés.
megszüntetése hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak a leírásához hozzájárul. A közgyűlés a Dunaújvárosi Bölcsödék Fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében műszakellenőri feladatok ellátása tárgyában a DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit ZRT-vel kötendő megbízási szerződésben nyújtott tervezetét elfogadja, annak a leírásához hozzájárul. Aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk 40. napi rendi pontunkra, amely javaslat a TOPHAJT 4.1.16.2018.00.01-es kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban projekt szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára. Napi rendi pontra vitt tartalma szerint az előterjesztés a kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban projekt megvalósítása érdekében kötött projektmenedzseri, közbeszerzési, műszaki ellenőri és PR feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára irányul. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, a többi bizottságuk véleménye az előterjesztés. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztés, 5 igen szavazattal elfogadása javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadása javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy ülésünk elején készhez kapták az előterjesztést, a döntéshozatalnál majd ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban projektmenedzseri feladatainak ellátására Vasmiút 41-es irodaház Kft-vel kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak aláírásához hozzájárul. Közgyűlés a kerékpárút hálózat fejlesztése és a Dunaújvárosban projekt megközbeszerzési eljárásra lebonyolítása Vasmiút 41 irodaház Kft-vel kötött megbízási szerződés. Ez ugyanaz? Nem? Megbízásra történő megszüntetése hozzá benyújtott tervezetet elfogadja, annak a leírásához hozzájárul. A közgyűlés a kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban projekt kötelező nyilvánosság biztosítására Vasmiút 41-es irodaház Kft-vel kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak a leírásához hozzájárul. A közgyűlés a kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása Vasmiút 41-es irodaházban Kft-vel kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak aláírásához hozzájárul. A közgyűlés a kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban projektmenedzseri feladatainak ellátására vonatkozó a DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződés hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a szerződés megkötéséhez hozzájárul. A közgyűlés a kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban projekt közbeszerzése eljárások lebonyolítására vonatkozó a DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződés hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a szerződés megkötéséhez hozzájárul. Ezt egy mondatba kellett volna összerakni is. A közgyűlés a kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban projekt kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó a DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződés hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a szerződés megkötéséhez hozzájárul. A közgyűlés a kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó a DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit ZRT-vel kötendő megbízási szerződés hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a szerződés megkötéséhez hozzájárul. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem igennel szavazzon. Többet nem ismétlem el. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Hála az égnek. Áttérünk a 41. napi rendi pontunkra, amely javaslata a Dunaújváros Megyőjogúváros közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés egyes számú módosítás 2023. áprilistól december hónapig tartó megkötésére. Napi rendi pont rövid tartalma szerint az önkormányzat a DVG ZRT útján látja a közfeladatait évente megkötendők szolgáltatási szerződés keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott 11-es védmű zöldterület fenntartás feladatot a továbbiakban a GESZ látja el, mely a szerződés egyes számú módosítását indokolja. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.
Köszönöm szépen, elnök úr, szintén ott kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és hat igény szavazata a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy ülésünk elején készhez kapták az előterjesztést, a döntéshozatalnál majd ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. Közgyűlés a határozattal az önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő zárt körű részvénytársaság által 2023. március 25-én megkötött a 2023. áprilistól december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés egyes számú módosítását, a védmű, a zöld terület fenntartás során szereplő előirányzat 80.050.090 forint csökkenésével jóvá hagyja. Az egyes pontban szereplő 80.050.090 forint előirányzat rácsoportosítására kerül a költségvetési rendeletben 35.050.090 forint összegben az általános tartalék sorra, 45.000.000 forint összegben a gazdasági ellátószervezet intézmény finanszírozása sorra. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk a 42. napi rendi pontunkra, amely javaslat a Dunaújvárosi Jégkoron Kft. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására. Az önkormányzati tulajdonban álló Dunaújvárosi 316/7-es helyrezi számú ingatlan, vagyis a Dunaújvárosi Jégcsarnok igénybevételével. A napi rendi pont rövid tartalma szerint a Dunaújvárosi Jégkoron Kft. Ügyvezető igazgatója tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint a Magyar Jégkorong Szövetség határozatában megjelölt látványcsoport csapatsportágakat támogató sportszakmai programjában megfogalmazott a Dunaújvárosi Jégpálya igénybevételével beruházási és felújítási munkákat végeznének el. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közülés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 5 igen szavazattal közülés tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést és a határozati javaslat 1-es, 2-es határozatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy ülésünk elején készhez kapták az előterjesztést, a döntéshozatalnál majd ezt vegyék figyelembe. Az előterjesztés 1-es és 2-es határozati javaslatot tartalmaz, mindkét határozati javaslatról külön-külön szavazunk. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, az 1-es döntési javaslatot ismertetem. Közgyűlés támogatja és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dunaújvárosi Jégkoron Kft. A Dunaújvárosi Jégcsarnokban beruházási és felújítási munkákat hajtson végre, valósítson meg, nyilászárók részleges felújítása 20.000.000 forint plusz áfa, világítási felújítás 36.000.000 forint plusz áfa, a határozott mellékletben csatolt dokumentumokban foglaltak szerint azzal, hogy az önkormányzat a megvalósításhoz forrás nem biztosít. Aki az egyes számú határozatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tizennégy igen szavazattal támogattuk az egyes döntési javaslatot, a kettes döntési javaslatot ismertetem, a közgyűlés támogatja és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong Egyesület az önkormányzati tulajdonban álló Dunaújvárosi Jégcsarnok igénybevételével beruházási és felújítási munkákat hajtson végre, valósítson meg. Palánkrendszer cseréje 83.820.000 forint plusz a határozat mellékleteiben csatolt dokumentumokban foglaltak szerint azzal, hogy az önkormányzat a megvalósításhoz forrás nem biztosít. Aki a kettes határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. A kettes javaslatot Motyovszki Mátyás képviselő jelezte, hogy ő is igennel szeretne szavazni, így 14 igen szavazattal a második határozati javaslatot is elfogadtunk. Napi rendi pontjainkra érve szeretném ismertetni önökkel, hogy az SMS 39. paragrafus értelmében az írásbeli interpellációt az ülés napját megelőző legkésőbb 8 nappal, a szóbeli interpellációt pedig az ülés napját megelőző második nap 9 óráig kell a polgármesteri írásban bejelenteni. Milyen bejelentés nem érkezett, ezért interpellációra nincs lehetőség. Interpellációnak nem minősülő kérdés azonban lehetséges, kérdezem, hogy van-e ilyen? Nincs. Tisztelt képviselőtársaim, a következő napi rendi pontokat zárt ülésen tárgyaljuk meg. Felhívom a figyelmet, hogy a zárt ülésen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 46. paragrafus 3. bekezdése értelmében az zárt ülésen a képviselőtestület tagjai, a nem képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyzők továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen, törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. Egyéb észrevétel hozzászólás hiányában a nyílt ülést 11 óra 42 perckor berekeztem. Pár perc szünetet rendelek, amíg át tudjuk rendezni a termet. További szép napot kívánok önöknek, köszönöm szépen, hogy eljöttek a mai napra, és minden jót kívánok mindenkinek, aki.